Több tucat légicsapást hajtott végre az izraeli légierő dél-Libanonban hétfőn kora reggel. Az izraeli hadsereg közlése szerint a Hezbollahhoz köthető célpontokat támadtak az ország különböző területein. Mindez egy nappal azután történt, hogy a libanoni iszlamista szervezet vasárnap több mint száz rakétát lőtt ki Izraelre. Az IDF szóvivője arra figyelmeztette a határmenti falvakban élő libanoni civileket, hogy a Hezbollah fegyverek tárolására használja az otthonaikat. A Hezbollah cirkáló rakétákat, rakétákat, kilövőállásokat és drónokat tárol civilházakban a libanoni lakosság fedezékében, és ezzel veszélyeztetik a faluban élő civileket, fogalmazott Daniel Hagari. Az IDF grafikákon mutatta be, hogy arra rejtegetik a fegyvereket a civilek otthonában. Egy felvételt is közzétettek a Hezbollah ügynökeiről, akik állítólag egy dél-libanoni falu egyik civilházából házából készültek cirkáló rakétát kilőni. Az épületet eltalálták az izraeliek. A Hezbollah közölte, hogy leszámolási csatába kezdett izrael miközben a világhatalmak mindkét felett arra szólították fel, hogy lépjenek vissza a totális háború küszöbéről. Antonio Guterres az ENSZ főtitkára figyelmeztetett arra a veszélyre, hogy Libanon egy másik gázává válik.